Vigyázz, még te ezt Gyula meggyilkol. Így már érzem, hogy a plot power-e így nem tudom, az egeket veri. Igen, Tess Gyulával vigyázni kell. Ma volt egy Crusader Kings. Visszahallom saját magam, oké. Okay. És akkor most megy Tess Gyula? Vagy csak hiszem, hogy megy? Tess Gyula nekem most befagyott, de Tess Gyula él. Jó, Tess Gyula élt, él és élni fog. Nálam azt írja még, hogy offline. Jó, de akkor nézzük meg azt, hogy... Na most már hallottam magamat, jó. Szóval most nézzük meg, mi történik, hogyha én szépen elindítom a játékot, és hát akkor ugye, ahogy majd később is csinálom, egyszerűen felolvasom a kérdéseket, és nézzük, hogy menedzselhető-e a kényszerű készületet, és szóval új Én játék. majd szólok, ha látom. Jó van. Az első kérdés már úgy az is. Első kérdés, igen, de ez egy teszt kérdés sor, tehát a kérdés az, hogy az, hogy teszt, A, ez a jó válasz, B, ez nem, C, ez sem, D, ez pláne nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, érdemes jól megfontolni már most, hogy mit válaszol. Szerintem az E. Ez a jó válasz? Erre gondolsz? Nem, én a ítára gondoltam. Hát, az sajnos nincs a lehetséges válasz lehetőségek közt, az a rossz hírem van. Ez esetben én megjelölném a Omega-t. 15 másodpercet késik amúgy ezt. Igen, igen, azt néztem én is, hogy annyi késés sajna van. De az meg ugye az automatikus késletetés, azzal nem tudok mit csinálni. Remélem nem fog így bufferolni végig, mert azzal nem tudom mi van. Egy kérdésem még lehet? Persze, nekem lesz 15. A nyereményeket át lehet nevezni? Nem láttam, hogy át lehetne, sajnos az tényleg nagyon szét kéne hackelni az egészet, és az még nem sikerült. Pedig az annyira vicces lenne, így nem tudom, hogy végén lehetne nyerni egy random spanyol trónt. Vagy egy zöld kajdockát, igen, majd valamikor próbálkozom ezzel is. Na de már azért... Hittem, hogy ez meg lehet csinálni. Ez az egész jó. Én csapva érzem magam. Oh. Ja, és 5000 jeló pont 40 millió. Ez egy kicsit sok jeló pont lenne. Jó, második kérdés, az alábbiak közül melyik az alma? A. Almalé, B. Ez, C. A banán, D. A körte. Ez is egy nagyon nehéz kérdés. Eper. Nem vagy túl segítőkész, mondták már neked, szerintem. Még azon gondolkodom, tehát ilyen van a három segítség, a felező az adja magát. A közönségre a játéknak van egy ilyen automatikus jelölője, de azt szerintem stroppollal meg a Twitch-ettel meg lehet csinálni. Az a baj, hogy a szét lesz trollkodva. Nem baj. Hát, ha szét lesz trollkodva, akkor meg a játékét fogom beolvasni, tehát nyilván majd én figyelek. És... Ó, és felező. Az vagy... Itt is az lett a kérdés, hogy az alábbiak közül. és hát a telefon az meg nem tudom, a játék elintézi, ennyivel most mondanák, hogy bedobjuk TeamSpeak-be az illetőt, akit felhívsz 30 másodpercet, de lehet, hogy ez most túl nagy macera. Én felhívnám Kovács. Kovács meg Kovácsington? Ajaj. Nehezen. Falik meg Kovácsington. Ajaj. Ő mindig haragszik. Lehet, hogy azzal jobban jártok, már rám haragszik, tehát lehet, hogy neked válaszol. De az alábbi a... Az a baj, hogy itt vagy a szobában. Ez igaz. De esetleg az alábbiak közül melyik az alma, ezt ne felejtsük el. Az almalé vagy ez? Szerintem lehet. Hát te nem nyernél jeló pontot, úgy tűnik. Harmadik kérdés, 25 ezer jeló pontért. Tök? A. Nem. B. Nem. C. Nem. D. Tök. Ez is... Szerintem tök fej. Aj, ne is emlékeztess arra. Jaj. Alábbiak közül meg DC Universe-on. Egyik sem. Akkor az lenne, hogy nem szar, akkor nem tök szerepelne. Minden esetben megjelöljük a tököt? Igen. Nem ezt mondtál volna, nehéz lett volna. Ó, dehogy is, ó, dehogy is. És most jön a plot twist. Igen, remélem szereted a banánt, A. Kompót, B. Alma, C. Lilahagyma, D. Mert a banán a helyes válasz. Nagyon jól szórakoztam a teszt kérdéssel összeállításakor, ezt el kell, hogy ismerjem. Valódiak ennél kicsit nehezebbek. És még a végén lehet, hogy fel is rakom. Végül is. De nem egyre egyértelmű? Szóval, remélem szereted a banánt. Ez a következő kérdés. Szóval... Kompót, alma, lilahagyma vagy, mert a banán a helyes válasz. Mit gondolsz? Szerintem banán a helyes válasz. Kitűnő logikával rendelkezel, azt hiszem. Igen. Hát.
És ez az utolsó kamu kérdés, ne menj tovább, fúj fúj, ne csaljál, tényleg ne, komolyan mondom. Ez csak... Tudom, hogy megérsz az egységelni. Nem, innentől kezdve már valódi kérdésekkel találkoznál, azt pedig nagyon nem szeretném. Úgyhogy itt most ki is... Ezért jelöljük meg a helyes választ. Megjelöljük azt, hogy ne csaljál! Ó, jaj, ez szegény. És mi lett volna a helyes válasz? Hát mindjárt látni fogod a képernyőn. Bármelyik pillanatban. Igen, ennyi. Most így be tudjuk lőni a késleltetést valamennyire. És fúj fúj! Igen. És pontosan 0 ftöt nyertem. Igen, 0 ftöt nyertél. Gratulálok a rengeteg fthöz. Fantasztikus. Azt hiszem, ez a stream teljesen jó. Én már várom azt a kérdést, hogy az alábbi sorozatok közül melyiket fejezte be?